Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Unterstützung. Ungarische Nationalitäten könnten sich für Camps, Kulturprogramme und Operationen bewerben. Die Kranzlein-Tanzgruppe feierte seine 35-jährige Bestehen in Bonhard. Heimatsmuseum. Auch der Sokadater-Dialekt wird im Gebäude lebendig. Deutschsprachiger Programm Keksmesse. Oktoberfest in der Schule von Bohl. Im Namen des Staatssekretariats des Premierministers für kirchliche und ethnische Beziehungen kündigte der Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT eine Ausschreibung für die Unterstützung der Lager, Kulturprogramme und ethnische NGOs in 2023 von den 12 ungarischen Nationalitäten an. In Bohl unterhält die örtliche deutsche Gemeinde einen Kindergarten und eine Schule, organisiert kulturelle Programme und organisiert traditionelle Lager für die Kinder. A bohi német önkormányzat 2015. szeptemberében vette át a helyi általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint az óvoda és bölcsőde fenntartását. Céljuk a nemzetiségi törvény szerinti elvárásoknak megfelelő működtetés, a magas szintű modern nyelvoktatás és a hagyományok ápolása. Sikeres pályázatoknak köszönhetően több fejlesztés is megvalósult az intézményekben az elmúlt időszakban. Az egykori uradalmi magtár padlásterében helytörténeti kiállítás kapott helyet, valamint egy német tájházat is kialakítanak. Mivel a mostani népszámlálás eredményei hosszú távra meghatározzák többek között hazánk oktatásának a jövőjét, a nemzetiségi önkormányzatok létrejöttét, valamint a civil szervezetek támogatottságát, a kisebbségi önkormányzatok kérik a lakosságot, hogy válaszoljanak a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdésekre. Ez azért fontos, hogy a népszámláláskor megvalljuk azt, hogy ehhez a népcsoporthoz tartozunk. Ebből látszik majd, hogy mekkora számban élünk még ugye itt Magyarországon, és hát ettől függ majd szerintem az intézményeink átvehető száma, a különböző kulturális rendezvényeinkre kapott anyagi támogatás, táborainkra, tehát az egész itteni kisebbségi életünket szerintem befolyásolja, hogy minél többen valljuk magunkat ahhoz a népcsoporthoz tartozónak, ahová tartozunk a mi esetünkben a némethez. A 10 évvel vagy 11 évvel ezelőttén, hogy 800 fölött volt a lakosságszám, akik németnek vallották magukat, hát nagyon remélem, hogy ennyi vagy ennél több is szám is, magasabb szám is kijön majd az itt ekkori a népszámláláskor. Két intézményünk is van, ugye iskolánk is, óvodánk is, tájházunk épül most, tehát nagyon szép hagyományaink vannak, és nagyon sok új elképzelésünk is van. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT pályázatot hirdetett a 12 magyarországi nemzetiség táborainak, kulturális programjainak és a nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására. Erről Soltész Miklós államtitkár beszélt a közelmúltban az egyik Tolna megyei német nemzetiségi óvodában. Múlt héten indítottuk el a civil pályázatot, ezen a héten holnap jelenik meg a kulturális pályázatai a nemzetiségeknek, mert óriási népszerűséggel bírtak az elmúlt évek során, de mindenképp fontos hozzátenni, hogy két dolog befolyásolhatja. Egyrészt a világgazdasági helyzet, másrészt a háborús veszély, tehát hogyha valami nagyon nagy baj van a világban, akkor nyilván ezek a pályázatok későbbre tolódnak, már mint a kifizetésük, de az biztos, hogy egyelőre számolunk ezzel, szeretnénk készíteni egyes civil szervezeteket, kulturális szervezeteket, és nagyon bízunk benne, hogy a józan ész a világban fölül fog kerekedni, és azt követik, amit mi mondunk, hogy a békességet kell megteremteni az emberek, és főleg Ukrajnán belül, Ukrajna és Oroszország között. Reméljük, hogy ez meg fog valósulni. Mi csak ezekből tudjuk finanszírozni a különböző rendezvényeinket, táborainkat, beruházásainkat. Most egyelőre a civil szervezeteknek szóló pályázat jelent meg, ahol az alapítványunk fog pályázni táborra és működésre. Megjelent
megjelentek, még a kulturális rendezvényre kiírt pályázat is megjelent. Hát ott nagyon sokat fogunk beadni, az Emmaustól kezdve a Pünkösdre, az iskola ünnepli a következő fél évben, vagyis hát ebben a tanévben a kétnyelvű német nemzetiségi nyelvoktatás 40 éves évfordulóját, erre is programsorozat készül, könyv készül, ami összefoglalja ezt a 40 évet, és hát ezt is csak pályázatokból tudjuk támogatni, és még megjelentek a táborokat finanszírozó pályázat is, tegnap jelent meg éppen, és tábort is többet tartunk, tánctábort, német nemzetiségi tábort, német nyelvi tábort, több tábort is szeretnénk az alapítvány, az iskola, illetve a német önkormányzat is beadni. Bolyban 2010 óta szervezik meg a hagyományőrző német nemzetiségi és tánctáborokat. Az 5 nap alatt kézműveskedhetnek, tájházba látogatnak, kirándulnak, és német drámapedagógiai foglalkozáson is részt vesznek a fiatalok. Die Tanzgruppe Kranzlein feierte ihren 35-jähriges Bestehen in Bonhard. Neben der Ausstellung über die Geschichte der Gruppe traten alle 5 Altersgruppen bei der Zeremonie auf. Die Tanzgruppe Kranzlein aus Bonhard feierte ihr 35-jährigen Bestehen. Für die Veranstaltung wurde eine Ausstellung vorbereitet, die die Geschichte der Gruppe zusammenfasst und natürlich konnte das Publikum im Rahmen der Veranstaltung die Darbietungen aller 5 Altersgruppen sehen. Die Tanzgruppe hat in den vergangenen 35 Jahren an vielen Wettbewerben und Veranstaltungen teilgenommen, die hat viele Länder bereist und pflegt gute Beziehung zur Tanzgruppe der Partnerstadt Bonhard. Unsere Tanzgruppe wurde vor 35 Jahren gegründet. Ich leite nicht von Anfang an diese Tanzgruppe. Insgesamt leite ich sie seit 32 Jahren. Ich stamme aus Maraz-Morágy und dort war ich Gründungsmitgliederin der hiesigen Tanzgruppe. Und das war schon 46 Jahre her und ich freue mich sehr, dass die Maratzer heute auch da sind. In dieser Zeit haben wir sehr viel erreicht. Wir haben viele Preise gewonnen, Festivalpreise, Galapreise und wir waren überall, auch in Ungarn und auch im Ausland. In vielen Ländern Europas haben wir bereist. In diesem Jahr waren wir in vier Ländern. Und die Besondere war, dass wir in diesem Jahr auch in der Schweiz waren. Und wir haben noch eine Einladung nach Wernau bekommen, in diesem Jahr Anfang Oktober. Wernau ist nämlich unsere Partnerstadt, unsere erste Partnerstadt. Und mit Wernau haben wir eine enge Beziehung und mit der hiesigen Tanzgruppe auch. Und die Tanzgruppe hat in diesem Jahr 50-jähriges Geburtstag gehabt. Und wir wurden eingeladen und dort war eine Delegation. Und ich freue mich sehr, dass sie heute auch da sind, mit dem Bürgermeister an der Spitze. Die Tänzer der Tanzgruppe wurden in 5 Altersgruppen eingeteilt. Die Ältesten sind bereits Familienmenschen, Erwachsene, während die Jüngsten noch im Kindergarten sind. Neben Unterricht und Auftritten mit der Tanzgruppe bietet die Ausbildung ihnen auch Möglichkeit, Tanz zu lernen. Ich bin Leiterin in der Kränzlein-Tanzgruppe. Ich leite die ganz Kleinen in den Gruppen Zipfelmütz und Zwerge. Dort sind mehr als 50 Kinder da und 50 Kinder sind da. Die Kleinste ist 4 Jahre alt und die größte Tänzerin ist schon 10 Jahre alt. Sie gehen in die 4. Klasse. Wir unterrichten jede Woche einmal am Mittwoch von 3 bis 4 Uhr die Kleinsten und von 4 bis 5 Uhr die größeren Kinder unterrichten wir. Wir lernen ungarn-deutsche Volkstänze auch und natürlich moderne Tänze lernen wir auch. Wir haben auch Auftritte im Dorf, nicht so viele Auftritte, aber im Sommer mehr. Und heute tanzen auch die Kleinsten. Sie tanzen Dornröschen, weil wir haben sehr wenig Zeit dazu, einen Tanz darzustellen. Und die Größeren, die tanzen schon
ganz schöne Tänze, Soloki-Tanz tanzen sie und Zikoi-Tänzer tanzen sie auch. In der Schule, wo ich arbeite, in der Petőfi-Sándor-Evangelisches Gymnasium-Kollegium und Grundschule, ich arbeite in der Grundschule, dort haben wir auch Tanzstunde im Stundenplan drin. Jeden Monat zweimal haben die Kleinen Tanzstunde-Unterricht. Ich unterrichte und nochmal zwei Kolleginnen von mir unterrichten wir zusammen Tanz. Dort lernen wir auch ungarn-deutsche Volkstänze und auch natürlich moderne Tänze, weil den Kindern das besser fällt. Das Erlernen von Deutsch und anderen Tänzen ist bei Kindern ein beliebter Zeitvertrieb. Aber nicht nur unterjährig haben begeisterte kleine Tänzer die Möglichkeit zu lernen, denn sie organisieren auch im Sommer ein Tanzcamp für alle Interessierten. Die Kleinsten tanzen sehr gerne. Meistens sind von meiner Klasse, die schon 4 oder 5 Jahre tanzen. Vom Kindergarten haben sie schon auch getanzt, die ich in der Klasse unterrichte. Und die tanzen sehr gerne, diese Kinder, auch in den Pausen. Sie stehen auf, gehen nicht auf den Hof, sondern sie tanzen und singen. Und ja, das gefällt mir sehr sogar. Sie unterrichten auch mich zu tanzen. Sie lernen neue Schritte und dann sagen, das möchte ich Ihnen zeigen. Das gefällt mir sehr, sehr, dass Sie so gerne tanzen und singen. Und immer im Sommer, schon 5. Mal, haben wir Sommercamp. Nicht für die Tänzer, die in der Grenzlein-Tanzgruppe tanzen, sondern andere Kinder auch. Und so bekommen zu uns noch andere Kinder und tanzen mit uns. Dieser Camp ist eine Woche lang. Von 8 Uhr bis 4 Uhr sind wir in der Schule und tanzen wir und basteln wir und machen wir Ausflüge, singen wir Deutsch. Dann grüß ihn mal ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Dann grüß ihn mal ein schönes Kind, schönes Kind. Dann grüß ihn nämlich Jahren 8, Jahren 8, Jahren 8. Dann grüß ihn nämlich Jahren 8, Jahren 8. Die Älteren beschäftigen sich schon mehr mit den Tanzen, da sie auch häufiger auftreten. Ich heiße Panna Palko, ich tanze seit 7 Jahren in Bonhard in der Grenzlein-Gruppe. Ich gehe zweiwöchentlich zu Tanzauftritte. Ich mag sehr tanzen. Eine Woche einmal, am Freitag haben wir. Seit 1987 pflegt die Tanzgruppe Franzlein schwäbische Traditionen und Tänze und gibt sie an jüngere Generationen und Interessierte weiter. Von sehr jung bis zu Erwachsenen spielen alle 5 Gruppen eine wichtige Rolle, um die Kultur am Leben zu erhalten. Das Heimatmuseum von Szakadát wurde um die 1860er Jahre erbaut und wartet noch heute mit den traditionellen Grundis auf Besucher. Die Gemeinde der Siedlung, die Gemeinde der deutschen Minderheit und eine lokale NGO waren der Meinung, dass die Vergangenheit der Schwaben innerhalb der Mauer des Gebäudes an die jüngere Generation weitergegeben werden sollte. Szakadát központjától nem messze található, az a korabeli fényképeket, anyakönyvi bejegyzéseket, levéltári térképeket és házjegyzékeket is őrző tájház, ami az 1800-as évek közepe után épült. Volt egy előzménye, volt egy ősök szobája a hivatalban, és adódott ez a lehetőség, hogy jó áron meg tudtuk vásárolni ezt az épületet, gondolom a 24. órában, és akkor elkezdtük 2009-ben kialakítani az őseink emlékéről szóló kis gyűjteményt. Tehát innen az ötlet. A célja, ez az én magánheppem, hogy nem azt szerettem volna, hogy egy múzeum legyen kialakítva, vagy pár ember megfordul, tehát ezt egy élőházként tartjuk fenn, és szeretném, amíg én tudom fenntartani. Tehát ez a településnek a kulturális centruma, egyik centruma, ahol a tavasztól, a disznóvágástól, a húsvéti nyuszi ünnepségig, családi rendezvényektől, tehát itt mindig történik valami.
tehát összejövetelek, és ezért szerettem volna, iskolások jönnek látogatóba, tehát gyakorlatilag itt mindig van valami mozgás. A ház, amelyet egykor zsúptető fedett, a megvásárlást követően felújításon esett át, de a funkcionális tereket megőrizték, hogy így meséljen az utókornak a hagyományos sváb életről. A munkálatokat elsősorban pályázati forrásból valósították meg akkoriban. Mindenképpen szerettünk volna mindent megtartani a régi formájában, tehát a régi hagyományokat, tehát mindent meghagytunk ugyanúgy. Hát nyilván sokat kellett dolgoznunk, mert nagyon rossz állapotú ház volt. És így előnyös volt, mert hasznosan tudtuk felhasználni a Német Nemzetiségi Önkormányzat feladat alapú támogatását, tehát mindig volt hova tennünk a kis pénzünket. De törekedtünk arra, hogy minden eredeti állapotában maradjon. A berendezési tárgyak nagy része itt volt. Ez a Häfner család a Krémer Péter nagyszülei laktak itt, és a régi bútorokat meghagytuk. Tehát nem sok mindent kellett pótolni, többnyire a régi eredeti 1900-as évek körüli, 1907-es bútorok maradtak itt. A tájházat igyekeznek megtölteni programokkal, hogy az itt élő közösséget összetartsák. A rendezvények alkalmával pedig a tájnyelv is megelevenedhet. Az információs pultunkon, amit a Krémer Péter úr készített egy szakadáti dialektusról egy beszélő szótárt, ami szerintem egyedülálló, és talán mi vagyunk még az utolsó mohikánok, akik még 300 éven keresztül megőriztük a mi nyelvjárásunkat, egyedi nyelvjárása van szakadátnak, és a Krémer Péter úr feltette az információs pultra is ezt a dialektust, tehát egy 500 szavas kifejezéses mondatokkal levetített szótárt, ami szerintem nagyon értékes, és ezáltal is meg tudjuk őrizni a identitásunkat és őseink szokásait, szavajárását, tehát én nagyon sokra tartom. Van még 4-5 idős asszony, akivel szívesen elmegyek és beszélgetek a mi tájszólásunkba. Belekeverünk már sok mindent, ami annak idején nem szerepelt kifejezés, magyarosítjuk, majd kifejezzük magyarul, vagy az irodalmi némettel egészítjük ki. Talán még egy férfi, a Kanter Józsi, a Józsi bácsi, aki most volt 90, ő még perfektül beszélni a nyelvet, de néha az ember nem figyel, akkor belekeverünk egy-két irodalmi német szót, vagy egy-két magyar kifejezést. A tájázzal kapcsolatban egy fontos célja van az üzemeltetőknek. Elsősorban fenntartani szeretnénk ezt a kis épületet, és ide szoktatni az embereket, fiatalságot elsősorban, hiszen én is nyugdíjas vagyok, már is szeretném átadni, továbbadni a fiatalabb generációnak, hogy azért, amiért dolgoztunk, vagy őseink dolgoztak, ne menjen veszendőbe. A szakadáti tájház már 12 éve gyűjti, őrzi, és adja tovább azt a hagyományt, ami a helyi svábságot jellemzi. Das Oktoberfest fand zum ersten Mal in der Grundschule von Bohl statt. An der schwäbischen Plätzchenmesse und gute Stimmung erwartete die Gemeinschaft der zweisprachigen Einrichtung beim gesellten Traditionsprogramm. Das deutschsprachige Programm wurde von Schülern der 6. und 8. Klasse auf dem Schulhof durchgeführt. In Bohl war die erste Grundschule, die in Ungarn den zweisprachigen Unterricht einführte. Die Lehrkräfte der Einrichtung versuchen die Kinder im Unterricht und bei außerschulischen Aktivitäten mit deutschen Traditionen vertraut zu machen. Aber nicht nur im Volkskundeunterricht setzen sie sich mit der Vergangenheit auseinander, sondern die Schüler nehmen auch an deutschen Wettbewerben teil. Das Oktoberfest fand dieses Jahr zum ersten Mal in der Grundschule Bohl statt. An der schwäbischen Plätzchenmesse und gute Stimmung erwartete die Gemeinschaft der zweisprachigen Einrichtung beim geselligen Traditionsprogramm. Das deutschsprachige Programm wurde von Schülern der 6. und 8. Klasse auf dem Schulhof durchgeführt. Ich bin neu hier an der Bohler Grundschule. Seit September unterrichte ich hier deutsche Tänze und ungarn-deutsche Tänze an der Oberstufe. Meine Aufgabe war eigentlich, das Tanzen bei den Kindern beliebter zu machen. Und dann habe ich gedacht, mit einem Fest, wo die anderen Kinder auch, die Größeren, sehen, wie sie tanzen, wie sie sich dabei gut fühlen, vielleicht auch dann gute Laune bekommen und vielleicht auch dann gerne mittanzen.
Eigentlich ist es in der Bohler Grundschule schon eine Tradition, Musik zu spielen. Tanzen war hier nicht so beliebt, aber Musik zu spielen, hier gibt es auch eine Musikschule, es gehört zu den Alltagen. Aber ich denke, die Kinder haben es sehr gut angenommen. Sie haben gerne mitgemacht, sie haben gelacht und sie waren alle froh. Dieses Fest möchten wir auch nächstes Jahr ein bisschen größer machen mit Zelt. Das war nur eine Probe, wie es den Kindern gefällt. Aber zu unseren Plänen gehören auch ungarndeutsche Feste und die ungarndeutsche Tracht ein bisschen den Kindern näher zu bringen. Ich denke, das gehört nicht zur Volkszählung, das sollte eigentlich zu den Alltag gehören. Das braucht man jeden Tag, nicht nur in dieser Zeit, sondern jeden Tag. Da muss man so aufwachen und auch sich so in dem Bett legen, dass man sich als Ungarndeutscher, ein stolzer Ungarndeutscher fühlt. Die Schüler lernen gerne die Traditionen, Lebensweise und Kultur der Deutschen in Ungarn kennen. Viele Menschen bringen schwäbische Traditionen von zu Hause mit. Ich glaube, das ist ein guter etwas, weil die Kinder können, wie war früher. Wir müssen tanzen, aber ich glaube, wir mögen den Tanz. Das ist mein Dirndl. Und die Tanzgruppe haben auch Dirndl. Meine Mutters Familie ist aus Deutschland und meine Opa spricht Schwäbisch. Ich tanze den Trach meiner Oma. Sie hat auch getanzt. Ich selbst spiele auch Musik. Ich mag tanzen und die Tanzen und Musik ist sehr gut. Ich nehme oft an deutschen Rezitationswettbewerben teil. So habe ich Erfahrung an der Bühne. Es war heute super. Mit gemeinsamen Singen und Tanzen endete das Oktoberfest. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.